régi építészet különös darabjai a templomok. A monumentális méretű építmények égigérő tornyaikkal minden embert megszédítenek. Ezeket a nem mindennapi építményeket fotózza Rochlitz István fotográfus. Eddig több száz helyet keresett fel, ahol valamilyen templom található. Több mint 800 helyszínen van, csak a jelenlegi Magyarország területéről. Ebben persze vannak olyanok, amik már sajnos nincsenek meg, mert vagy felrobbantották a II. Világháború végén a visszavonuló német hadsereg, vagy elpusztult, vagy teljesen átépítették, stb. 2007-ben a Városmisszió kapcsán Budapesten a belvárosi főplében a templom fölkért, hogy csináljak a Városmissziónak megfelelő témában egy fotókiállítást. És közben nagyon rövid idő alatt kellett döntenem, hogy mi akkor, nem tudom, valahogy egy gondolat volt, hogy ott az Árpád-kori templomokat kezdjük el, vagy nézzük, akkor mi van. És végül is két hónap alatt kellett egy teljes keletes anyagot megcsinálnom, tehát ez egy nagyon, nagyon roham tempó, roham munka volt, és ezt azóta folytatom, fejlesztem, szépítem az anyagot, és dolgozom vele. Hogyan ábrázolja az Árpád-kori templomokat? Miért szépek ezek az építmények? Hát ez egy hatodik érzék nekem, egy ilyen belső indítatás, ezt nem tudom pontosan megmondani. Egyszerűen meglátom, és akkor látom, hogy hogy szép, vagy nekem hogy tetszik. Tehát én igazándiból a saját szemszögemből próbálom őket megmutatni. Azt próbálom velük érzékeltetni, hogy ebbe a kis országban azért nagyon sok szép dolog van, és nagyon sok látnivaló, amit érdemes felkeresni és megnézni. Ön hogy látja, egy templom kívülről, avagy belülről szebb? Valamelyik kívülről, valamelyik belülről. Sajnos nem tudok mindig bejutni, mert vagy zárva van, és nincs kiírva az, hogy ki az a kontakt személy, aki fel kell keresni, vagy éppen a kontakt személy nincs otthon. Én mindenféle variáció már előfordult. Van, amikor kívülről szép a templom, mert rendben van hozzá, de belülről még nem. Valamikor belülről szép és kívülről nem olyan látványos. Mindegyik megtalálható. A templomok fotózása közben Rochlitz István izgalmas kalandokat is átél. Olyasmi volt, hogy 50 méterre voltam a templomtól, de nem tudtam, hol van, és elküldtek 10 kilométerrel arrébb. Ez előfordult, ez benne van a pakliban. Sajnos sok helyen nincsen kitáblázva azt, tehát úgy kell megkeresni. Volt olyan, hogy lejártam a lábam már erdőn, bokron, sáron, minden keresztül, és nem találtam meg, és kiderült, hogy 50 méterrel előtt álltam meg, és fordultam vissza. De hát ez benne van, tehát vissza kell, akkor vissza kell menni, és újra fel kell keresni. Ön hogy tapasztalja, az emberek ismerik ezeket az építményeket, vagy tényleg nagyon a feledés homályába merültek? Vannak ismertek, kifejezetten ismertek, mint például Bélapátfalva, Lébény, Ócsa, tehát azok a nagy szép katedrálisaink, amik viszonylag épségben vannak, vagy van felújították, de vannak teljesen ismeretlenek is. Tehát Nemes Lányfalról nem tudom, hogy az országban hányan hallottak. Van-e kedvenc temploma? Nincs. Én mindegyiket szeretem, tehát ez csak ez egy nagyon szűk kis anyag, abból az anyagból, ami nekem van. És ha jól számolom, hogy 1500-1600 felvételem van a különböző templomokról, 26 képen van itt most kiállítva.